azért vagyok itt mai estén, mert azt a megbízást kaptam Istentől, hogy tegyek bizonyságot arról, amit Isten az én életemben elvégzett, és arról, hogy Jézus Krisztus Isten fia, ami megváltunk. Jó néhány évvel ezelőtt még én is, mint vendég ültem az imaházban, és vártam én is, hogy szóljon hozzám Isten, és szólt is hozzám, és éveken keresztül eljártam az evangelizációs alkalmakra, és minden alkalommal éreztem Istennek a vonzását, egy vonzalmat, éreztem, hogy hív Isten, de valahogy olyan nehéz volt meghallani az ő szavakat. Nem is meghallani, mert azt hallani hallottam, csak nehéz volt döntést hozni, mert valahogy nagyobb volt bennem a szégyenletet, vagy arra gondoltam, hogy mit fognak szólni mások, hogyha én most egyszerivel kezdek járni az imaházba, és megváltozik az életem. És ez így ment jó pár éven keresztül. Aztán egy alkalommal éreztem, hogy most már annyira szükséges, hogy lépjek, hogy akkor már nem érdekelt, hogy mit fognak mondani az emberek, vagy mit fognak mondani a családtagok, mert világi családban, világi életet értem adni. És akkor hoztam egy döntést, amit azóta se bántam meg. És el szeretném azt még mondani, hogy ez a legfontosabb lépés volt az én életemben. Mert annak ellenére, hogy kívülről úgy nézett ki, hogy rendben van az életem, mert valóban a körülmények mind rendben voltak, van család, gyermekeim, munkahelyem, rendezett anyagi körülmények. Mégis valami hiányzott, és ez az Istennel való kapcsolat volt, amit nem tud semmi sem pótolni, sem családi élet, sem gyermekek, sem a munka nem tudja ezt pótolni, tehát egyedül Isten. És tudtam, hogyha én Istennel nem rendezem a kapcsolatomat, a bűneimet nem teszem le Isten előtt, akkor annak nem lesz jó vége, akkor az a kárhozatra visz. Mert ez a legfontosabb dolog az életben. Sokszor szoktuk azt hallani emberektől majdnem naponta, hogy semmi sem számít, a legfontosabb az egészség. És valóban úgy van, hogy nagyon fontos hogy az is, hogy egészségesek legyünk, és nagyon ragaszkodunk hozzá, hogyha betegek vagyunk, meggyógyuljunk. És ez így igaz, ezzel így vagyok én is, mindennapilag is van olyan problémám, amit szeretném, hogyha megoldódna egy egészség terén. De mégis azt kell mondjam, hogy nem ez a legfontosabb dolog, mert semmit sem ír az, hogyha az ember éppen egészségesen él 80-90 évig akár, és utána a kárhozatra jut. A legfontosabb az, hogy Istennel a kapcsolatunkat rendezzük, és nagyon hálás vagyok, hogy Isten nekem lehetőséget adott arra, és tudtam döntést hozni. Így most már lehetőségben élhetek. Én mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogyha van bármi, ami visszatartana, de halljuk, hogy Isten hív, és érezzük azt a vonzódást, akkor merjünk dönteni. Már azt még elmondanám, hogy bár nem volt könnyű az időszak, amikor ezt a döntést meghoztam, de Isten egy pillanatig se hagyott magamra, és valahogy úgy ezeken a nehézségeken úgy átsegített engem, hogy igazából semmi problémám nem származott ebből, és a család is, meg mindenki, aki körülöttem volt, tehát nagyon hamar változtak ők is, tehát nagyon hamar elfogadták ezt a döntésemet. És ezért egy igeverssel szeretnék mindenkit bátorítani, amivel engem is Isten valamikor bátorított. Légy erős, légy bátor és cselekedj. Ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hadseregben és nem hagyjál, míg bennem fejezed az Úrháza szolgálatára szükséges valamennyi munkát. A Krónikák első könyvének a 28. részében is olvastam, tehát légy erős, légy bátor és cselekedj. Jézus, Jézus, te vagy a mennyben.
Köszöntöm én is a gyülekezetet. Egy pár igeverset szeretnék felolvasni, amit már Tobias testvér is felolvasott, és csak meg szeretném erősíteni, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, szörgessetek és megnyitatik nektek. Ez az igeverset nekem nagyon sokat mondó volt. Lassan 3 éve én is, hogy az Úrnak a gyermeke lehetek. És úgy, ahogy ebben az igeversben is van, hogy az Úr Jézus mondta, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megmutatok. Én is kerestem és találtam. Kerestem valamit, ami talán úgy tudnék megfogalmazni a legérthetőbben, hogy boldogság. Ebbe a földi létbe boldogság. És a boldogságot, ahogy mondta az ige is, keressetek és találtok, én az Úr Jézus Krisztusban találtam meg az én boldogságomat. Továbbá az ige úgy mondta, hogy kérjetek és adatik. Kértem az Urat, hogy ha valóban létezik, akkor mutassa meg nekem magát, hogy ő valóban létezik, és kértem az Urat arra, hogy formálja át az én életemet, és hálát adok neki azért, hogy valóban, ahogy kértem, hogy formálja át az életemet, átformálta. És az is egy bizonyosság arról, hogy igenis ő létezik. A harmadik dolog az, hogy zörgessetek és megnyitatik. És valóban azt tapasztaltam, hogy az Úr bezárt egy ajtót, de kinyitott egy másikat. Bezárta a bűnnek az ajtaját az én életem előtt, de kinyitott az üdvösségnek és a mennyországnak az ajtaját. És ezért is nagyon hálás vagyok. És erre biztatom a jelenlevőket, hogy keressenek és találnak biztosra az Úr Jézus Krisztusban, lehet egyedül üdvösséget találni, és ezt kívánom a jelenlegünk számára. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy az út kegyelméből dicsérhetünk. Én egy költelmet hoztam a testvéreknek és a jelen lévőknek, de előtte egy pár szóba még azt szeretném mondani, hogy hálás vagyok azért Istennek, hogy kegyelmével hozzám is lehagyunk, és szeretetével és gyermekévé fogadott, és arra bátorítok minden kedves jelen lévők, hogy még tart a kegyelmem, hálás vagyok én azért, hogy még tart a kegyelmem, addig jöjjünk bátran Jézushoz, mert ő mindenkit vár, és mindenkit hív, és jöhetünk hozzá, jöhetünk tőle a hétköznapok nehézségeiben, a problémáinkban, bátran jöhetünk hozzá, mert meghallgat és segítségünk, hívhassuk őt bárunkul, ahol ránk Jézus vár. Valaki mindig vár, hol munka, lárma, hajsza, hol mindennapok küzdelme harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések, hol csend. Kívül vagy belül? Valaki mindig vár. S valaki mindig vár, mert Jézus mindig mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott a szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen, védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon, új kegyelemben, mindenütt, mindig. Thank you.
és mindenkit szeretettel. Nem készültem szolgálattal, de eszembe jutott egy történet, amit a héten olvastam. A kegyelemről olvasok egy könyvet, nagyon sok értékes gondolat van benne, de ez a történet különlegesen elgondolkoztatott, és benne volt a napokban, az én életemre nézve is. Hát arról szól ez a történet, hogy volt egy híres zsidó építész, aki nagyon ügyes volt a szakmájában, jól mentek neki a dolgok az 1940-es években, de elkezdődött a zsidók üldözése, és ő is ugyanolyan sorsra került, mint a többiek. Rabruhát kellett öltsön, és el kellett menjen ő is rabszolgaként dolgozni. Nem halt meg, viszont rabszolgaként dolgozott, és még javában folyt a zsidók üldözése, amikor egyszer csak azon a helyen, ahol dolgozott, egy nővér behívta őt egy kórházi épületbe, és azt mondta neki, hogy egy német tiszt hivat egy akármilyen zsidót már régóta, és most meglátta őt ez a nővér, és nagyon kéri, hogy jöjjön be ehhez a tiszthez. És amikor belépett a szobába, hát ez a tiszt nagyon sebesült állapotban volt, több helyen a teste be volt vízzel borítva, alig látszott az arca, hogy ki ő. És elkezdte mesélni ennek a zsidó embernek, hogy mi minden szörnyűséget tett ő, mint német katona, hány zsidó embernek oldotta ki az életét, mennyi szörnyűséget művelt el, és elmondta az okát is, hogy miért hívatta oda ezt a zsidó embert, mégpedig azt, hogy bocsásson meg neki. Elmondta azt, hogy halálán van, és nagyon szüksége lenne neki arra, hogy tudja, hogy nem közvetlenül ennek a zsidó embernek ártott, de a többi zsidónak nagyon sokaknak elvette az életét, és most halál előtt szeretné, hogyha egy zsidó kimondaná azt, hogy megbocsájt neki. És nagy csend következett, és kilépett az ajtón ez a zsidó férfi. Nem tudott neki megbocsátani, nem mondott semmit, és úgy kellett ennek a katonának meghalnia, hogy nem hallotta meg azt, hogy megbocsájtok neked. De folytatódik a történet, mert ezt az embert nem hagyta a lelkiismerete nyugodni, és különböző vallási vezetőknek leveleket írt, elmesélte a történetét, hogy mit szólnak hozzá, mit kellett volna, hogy csináljon. Meg kellett volna bocsásson, vagy nem. És a 30 vallási vezetőből, mindenféle felekezetből voltak ezek a vallási vezetők, hát több mint 25 ember azt írta, hogy jól tetted, hogy nem bocsájtottál meg. Ez az ember olyan annyi embernek kiontotta az életét, hogy nem érdemel bocsánatot. Ez nem egy olyan dolog, amit meg lehet bocsátani. És voltak ám néhányan, akik azt írták vissza, hogy ha az Úr Jézusra tekintünk, hogy ő az egész világnak a bűnét hordozta, és mennyit bocsájtott meg nekünk személyesen, és mennyit az egész világnak, akkor meg kell bocsássunk. És itt véget ért a történet, nem folytatta tovább az író, hogy végül ez az ember hogyan dolgozta fel ezt az esetet. Sajnos több lehetősége nem volt, hiszen a tiszt meghalt, nem tudta neki elmondani, hogy megbocsájt. De úgy elgondolkoztam, hogy milyenek is vagyunk mi emberek, olyan nagy listákat tudunk bevenni arról, hogy mit lépenek ellenünk, és olyan jól tudjuk hordozni a szívünkbe, hogyha valaki megbánt kicsi dolgokat is, és olyan nehezen bocsájtani meg, és olyan alázatra késztet, amikor arra gondolok, hogy az Úr mennyit bocsájt meg nekünk naponta, lehet, hogy már követjük őt, és még úgy is mennyi mindent kell megbocsásson. És úgy bátorítom a jelenlevőket arra, hogy gondolkozzunk el azon, hogy személyes életünkben mi az, amit Isten az ő törvény alapján, amit kijelentett, hogy szeretné, hogy cselekedjünk, és nem úgy tettük, mi az, amit nekünk meg kell bocsásson. És olyan drága ígéret van a Bibliában, hogy ő megbocsátja, és hisz azért küldt el a fiát, és azért folyt ki az Úr Jézusnak a vére. És a másik oldal ennek a történetnek, ami elgondolkoztatott, hogy én meg tudok-e bocsátani az embertársaimnak. Én egy egyszerű tanár vagyok, és úgy belegondoltam, hogy milyen sokszor vagyok a diákjaimmal szemben kegyetlen, nem bocsátok meg, megbüntetem őket, hogyha nem tanulják meg a leckét, és ilyen kicsi dolgokban is úgy meg kéne mutassuk az irgalmat és a kegyelmet, hogy meglássák azok a gyermekek, hogy nekünk is megbocsátott valaki, még pedig Isten. És úgy bátorítom a testvéreket is erre, hogy ne hordozzunk régi sebeket, sérelmeket, mert olyan szörnyű lelki teher tud lenni, hanem legyünk szabadok az Úr Jézus vérében. Amen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
beszélni, mert ezt abban már bizonyságot tettem itt ebbe a gyülekezetbe. Bár, ahogy Jutkát hallgattam, meg az éneket, meg minden, úgy felelevenítette bennem azt az estét, mikor az Úr Jézus megkönnyörült rajtam, és felismerhettem őket, az Isten fiát, és mondom, megváltom a rukehettem bűnöimet, és rábíztam az életemet. És azóta is olyan hálás vagyok, hogy gyarlóságaim dacára se hagyott el sose. És naponként megerősít, naponként vezet, ha hozzá kiáltok, válaszol, békességet ad. Most inkább egy történetet szeretnék elmondani. Nemrég láttam egy rövid kis filmet, egy híres hegymászor volt, és annyira tanulságos volt, egy nagyon magas hegyet akart meghódítani, és mivel saját magának akarta csak a dicsőséget, egyedül indult el, nem ment társakkal, és haladt nagyon jól, és kezdett már sötétedni, de nem akart megállni, annyira hajszolta valahogy a győzelmet, és már szinte alig lehetett látni, nem volt holdvilág, nem voltak csillagok, de ő a botjával próbálta maga előtt az utat, és csak ment felfele a hegycsúcs felé, és volt még majd 100 méter a hegycsúcsig, és egy rossz lépés, hát már nem látott semmit, végül is sötétbe motorkált, lezuhant. Annyi lélekjelenléte még volt, hogy egy kötelet egy kampóval feldugott valahova, ő se tudta merre, és az megakadt egy valamilyen kiszögelésbe. De ott lógott, és messze a sziklafaltól, mert ez egy olyan kiálló rész lehetett, és kiállva a himbálozott, ott sehogy se tudta elérni a falat, és hát el lehet képzelni, hogy milyen kétségbeesett helyzet volt, és felkiáltott Istenem, Istenem. És az Úr megkérdezte, mit akarsz, segíts rajtam, szabadítsál meg. Hát hiszen abba, hogy én megszabadítlak, téged meg tudlak szabadítani? Igen, hogy ne, persze, hogy hiszek. Akkor engedd el a kötelet. Annyira megdöbbent ez a hegymászó, és még jobban belekapaszkodott mind a két kezével, és nem tudta elengedni a kötelet. És másnap, mikor jöttek a többiek, a társai, szintén hegymászók, ott kapták mindent fogyva. És milyen tragikus, hogy alatta egy hatalmas szikla lap valami, még abból a nagy hegyből kijött, és vastag hótakaró volt. És hogyha ő elengedte volna a kötelet, ő arra ráhúzott, és fel tudta volna húzni a sátrát, és ott biztonságban lehetett volna. Annyira megrázott ez a történet, mert olyan sok ismerősen van olyan, aki szintén nem tudja elengedni a kötelet. És az Úr mindent felkínál, mindennel van készítve, az Úr Jézus meghalt helyettünk, a vére tökéletes áldozat, ott van az üdvösség, ott van minden, nekünk kérni kell, lépni kell, bízni kell, és sokszor ragaszkodunk, és fogunk egy-egy kötelet, mindenki maga tudja, aki abban a helyzetben van, hogy mit, és nem hallgatunk az Úr, megszabadulunk. És arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ha van valamilyen kötél, amit a görcsösen kapaszkodik, az Úrra figyeljen, és merje rábízni magát, mert ha Isten értünk adta az Ő fiát, akkor elhihetjük, hogy szeret, és meg akar, és meg tud menteni. A hit, a bizalom az olyan, ezt is olvastam a múltból, mint egy levél, amit elengedünk a postaládában.